Köszöntöm a Közéleti Magazin nézőit! Mindenki maradjon otthon, különösen az idősek, ez a legfontosabb a következő időszakban a koronavírus miatt. Szekszárdon az elmúlt napokban számos intézkedésről döntött Ács Rezső polgármester, bezártak mindent, amit lehetett, és hazaküldtek mindenkit, akit lehetett. Önkéntes programot indítottak, hogy segítsék az időseket és a karanténban lévőket. Az egyes területekért munkacsoportok felelnek. Az iskolákkal egy időben hétfőn az óvodák és bölcsödék is bezártak Szekszárdon, erről még hétvégén döntött Ács Rezső, miután több ülésen egyeztetett a kialakult helyzetről. A felügyeletet városi szinten mintegy 20-30 gyermeknél nem tudták megoldani, nekik kis csoportos bontásban biztosítanak felügyeletet és napi háromszori étkezést is kapnak. Mindenki másnak újra kell igényelnie az ebédet, az eddigi márciusi megrendeléseket törölték. A hét második felétől ők már zárt dobozokban kapják a napi adagokat, saját éthordót nem lehet használni, ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét, ennek költségét az önkormányzat viseli. Ezen kívül még számos területet érintően hozott döntést Ács Rezső polgármester. Több olyan döntést kellett meghoznom, amely befolyásolja szekszárdiak életét, hiszen például az úszodánk a bezárása mellett döntöttem, a sportcsarnok bezárása mellett döntöttem, a könyvtár bezárása mellett döntöttem, és a múzeum is be fog zárni. Szeretném, hogyha minél kisebb mértékűre csökkenne az a felület, amin keresztül a vírus hordozás megtörtént, vagy éppen a vírus egyik helyről a másikra, vagy egyik emberről a másikra átjuthatna. A legfontosabb, hogy aki teheti, maradjon otthon. Az időseket különösen erre kérik. 5070 éven felüli él Szekszárdon, ha pedig a 65 éven felülieket nézzük, ők több mint 8000-en vannak. Nekik már elérhető az a program, melyet szerdán hirdetett meg az önkormányzat, és amelyre folyamatosan várják a jelentkezőket. Többen jelezték személy szerint nekem is, hogy nagyon szívesen segítenek idősebb szekszárdiaknak bevásárlásokban, gyógyszerkiváltásban, vagy bármiben. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt valamiféle mederbe tereljük. Szekszárdon mindig is volt és van is egy erős összefogás. Ha baj van, akkor a város egyöntetően odaáll a rászorulók mellé. Ezt szeretnénk kihasználni. Két dolog van, az egyik ugye az idősek segítése, a másik pedig az önkéntes program megszervezése. Mind az idősek segítéséhez, mind az önkéntes jelentkezéshez van egy elérhetőség. Az étkezéshez, idősek segítéséhez a 0674679300 telefonszám. Aki önkéntesen szeretné jelentkezni, az pedig az önkéntes@szekszard.hu e-mail címe megteheti, ékezetek nélkül természetesen, ahol meg kell adni a nevet, a címet, telefonszámot és egy más elérhetőséget. Illetve azt is meg kell adni, hogy milyen területen szeretnének segíteni, tehát mondjuk akár a bevásárlásban, vagy éppen a kutyák sétáltatásában. Ez egy, lehet, hogy nevetségesnek tűnik, de ez egy komoly gond annak, akinek van állata egyébként, hogy ezt megoldja, és ki kell vinni a házból. És nagyon fontos az, hogy 18 évnél idősebb lehet az önkéntes programban jelentkező, és egészségesnek kell lennie. Tehát nem szeretnénk azt, hogy a vírus behordozása pont ezen a programon keresztül történjen. És én azt gondolom, hogy a következő hetekben már nagy szükség lesz arra, hogy ez az önkéntesség ez valóban megteremtődjön, és aztán szélesedjen is. És akkor azoknak ajánljuk le elsősorban természetesen az idősebb korosztályból, akiknek valamilyen okból nincs hozzátartozójuk, vagy éppen szomszédjuk, hanem teljesen egyedül vannak, hiszen mindenki mást arra kérek, ha lehet, akkor családon belül ismerősökünk keresztül oldja ezt meg. Ehhez kapcsolódik a gyógyszerkiváltáshoz például az, hogy szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor csak gyógyszerkiváltással használják a gyógyszertárakat, hiszen sokan most piperet cuccokat vásárolnak, szerintem nem itt van most az ideje. Illetve azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor 3 hónapnál többet ne váltsanak ki gyógyszerből, hiszen figyelemmel kell lenni a többiekre is, akik hasonló gyógyszert használnak. És nagyon fontos az a kérés is, hogy ha esetleg pontosan az a gyógyszer, amit megszokott a beteg, nincsen az adott gyógyszertárban, de ajánl helyette a gyógyszerész egy hasonló hatóanyag tartalmú terméket, akkor fogadják el, higgyék el, hogy jó szakemberek dolgoznak a szexuális gyógyszertárakban, pontosan tudják, hogy mi az a gyógyszer, amivel a másikat ki lehet váltani. Teljesen felesleges végigjárni a város és minden gyógyszertárban sorba állni, mikor egy helyen ezt meg lehet vásárolni. Mi most tulajdonképpen, és az idősebb korosztály számára nem csak a bevásárlás és a gyógyszerkiváltást tudjuk felajánlani, hanem számukra biztosítjuk az étkezést is. Ez pedig azt jelenti, hogy 7 napján, lehetővé tesszük azt, hogy kiszállítással számukra az étkezést biztosítsuk. Azt akarjuk mindenképpen elérni, most függetlenül, hogy egészségesnek például kell lenni az önkéntesnek,
érintkezés nem lesz köztük, hanem tulajdonképpen majd úgy cserél gazdát a pénz és a termék, mondjuk, hogy nem találkoznak egymással. A szolgáltatás nyújtó és a szolgáltatás igénybevő. Szeretnénk ezzel is azt csökkenteni, hogy minél kevesebb kontakt legyen az idősebbek szempontjából, minél kevesebb emberrel találkozzanak, hiszen a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy egyik emberről a másikra esetleg a fertőzés átterjedhet. Azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor szexáriak maradjanak otthon, az idősek pedig főleg maradjanak otthon, hiszen őnekik ez lehet, hogy élethalál kérdése is lehet. Úgyhogy minden feltételt meg fog az önkormányzat teremteni ahhoz, hogy otthon a házból, a lakásból, vagy a lakásban normális életet élhessenek, hiszen mindent oda fogunk helybe vinni, és akkor számukra az élelmiszertől a gyógyszerig, a szolgáltatásokig mindent meg fogunk teremteni. Az önkormányzat megegyezett a postával is, így már a csekkbefizetésért és levélfeladásért sem kell postára menniük az időseknek. Az első lépésben azt tudtuk elérni, hogy a központi postaépületben, a központi kasszánál, ott egy ablak csak ilyen célra lesz majd megnyitva, naponta két időpontot meg kell adnunk, hogy mikor mennek a segítők, és akkor számukra ezt kinyitják, és nem csak csekket lehet befizetni, a leveleket is fel lehet adni, tehát nem kell bemenni a nagy postára, hanem itt kis helyszínen meg tudják ezt oldani, úgyhogy nem találkoznak a tömeggel, tehát nem lesznek annak kitéve, hogy mondjuk megfertőződjenek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt. Péntekig 23-an jelentkeztek önkéntesnek, és 13-an jelezték, hogy igénybe vennék a segítséget, de továbbra is várják a jelentkezőket mindkét részről. Ezzel kapcsolatban már megjelentek az első csalók is, akik szeretnék kihasználni a védtelen rászorulók helyzetét. Az önkormányzata a programban résztvevőknek igazolványt állít ki, aki ilyennel nem rendelkezik, azzal nem érdemes szóba állni. A hivatal 9 munkacsoportot is létrehozott, ezek közül a legfontosabb most a kommunikációs és koordinációs. Létrehoztunk 9 akciócsoportot annak érdekében, hogyha itt kicsit megnőne a tömeg, akkor tudjunk reagálni és tudjuk ezeket kezelni. A legfontosabb a kommunikációs és koordinációs akciócsoport, amely ugye egyik oldalról a kommunikációt végzi, ez nagyon fontos, hiszen a televízión, rádión és a szexuális vasárnapon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a szexuáliakat az eseményekről. Hála Istennek még egyelőre inkább egy ilyen felkészülési időszakban vagyunk, és az a csoport koordinálja az összes többi 8-nak a munkáját, és én azt gondolom, hogy miután minden egyes akciócsoportnak van egy személyi felelős vezetője, most még nem annyira leterheltek, de ahogy nő a szükség, vagyis nő az igénybevétel, úgy fogjuk tudni ezt kezelni, és el fogjuk tudni majd reagálni. Külön csoport szerveződött az idősek ellátására, a karanténban lévők ellátására, van logisztikai, oktatási, nevelési, közrendvédelmi és közlekedési munkacsoport, de például pénzügyi is, a védekezéshez szükséges összeg rendelkezésre áll. Mintegy 120 millió forintot a költségvetésből átcsoportosítottam, illetve körülbelül ekkora összeget zároltam is, és ezzel párhuzamosan a Modern Városok Programból 1 milliárd forintnak a felhasználását kértem a miniszterelnökséget vezető minisztertől, erre még a választ nem jött meg, úgyhogy én azt gondolom, anyagi korláta a védekezésnek nem lesz. Egy a lényeg, hogyha ezeket beadjuk, akkor jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a fertőzésnek a veszélyét. Ugyanilyen veszélyforrás egyébként a csoportosulás, például a gyerekek a játszótereken rendszeresen 20-as, 30-as csoportba jönnek össze, majd fogom kérni a rendőrségnek a segítségét abban, hogy ezeket eltüntessük gyakorlatilag, hiszen éppen ezért ebből azokból zártuk be például a szexuális piacot, hogy annak a lehetőséget, hogy nagy tömeg összegyűjjön és mondjuk a veszélyforrás, a fertőzés egymást csak átadják, megszüntessük. Ezzel párhuzamosan a kis termelői árusítást nem szeretnénk megszüntetni, így az utcai árusokat, ahogy zöldség, gyümölcs, péksütemény elérhető, azokat meg fogjuk tartani, és ha újabbak jönnek valószínűleg, fognak jelentkezni, akkor fogjuk engedélyezni ennek a munkának, vagy ennek a tevékenységnek folytatását a közterekén is, hiszen itt nagyobb légtérről van szó, szabadtéren vannak, itt nem áll fel annak a veszélye, hogy mondjuk fertőzzék egymást. A közszolgáltatókkal tárgyaltam ma, úgy mint a villany, gáz, távfűtés és hulladékszállítás. Valamennyien megszüntették a személyes ügyfélszolgálatot, csak online ügyfélszolgálat működik. A feltételek adottak, tehát nem lesz áramhiány és gázhiány, sőt rendelkezésre már jövő szezonra a távfűtéshez szükséges gázmennyiség is. Tehát próbáltunk előre gondolkodni, és az vetődött fel, hogy hogy tudják megoldani a veszélyelállítás egy lakásban, ezt is megoldottuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a közszolgáltatások szempontjából a víz, szennyvíztől egészen az áramig nyugodtak lehetnek a szexuárdiak, már minden a következő hetekben, hónapokban rendelkezésre áll, sőt, ezek a vállalkozások úgy építették fel a rendszerüket, hogy olyan csapatokat hoztak létre, hogyha valaki megbetegedne, akkor előrelép egy következő, tehát a
humán erőforrás szempontjából is meg lesz oldva ez a probléma és kérdés. A hulladékszállításban egyedül a lomtalanítás szünetel, a kukák mellé zsákban kirakott szemetet pedig most elviszik, mert az ügyfélszolgálat bezárt, és így nem lehet kérni az ilyen célra használatos piros lebomló zsákokból. Látok, a bíróságok a koronavírus miatt egyelőre csak a legfontosabb ügyeket tárgyalják, civilek pedig nem, vagy csak idézéssel léphetnek be a bíróságok épületeibe. Ha pedig mégis megtartanak egy tárgyalást, akkor a bírók először felmérik, hogy fertőzött lehet-e bármelyik résztvevő. Ha igen, azonnal értesítik a mentőket. Csukódik a szekszárdi törvényszék ajtaja. Ezt a látványt most civilek csak az utcáról nézhetik, az épületbe ugyanis az itt dolgozókon kívül senki nem léphet be. A koronavírus terjedése miatt ugyanis rendkívüli ítélkezési szünetet rendeltek el az egész országban, így Tolna megyében is. A bíróságok nem tarthatnak tárgyalást, előkészítő ülést, illetve nyilvános ülést sem, az ügyfélfogadási irodák zárva tartanak, ettől függetlenül az ügymenet megy tovább, elektronikus úton, illetve papír alapon minden bíróságon megtalálható egy postaláda, ahol elhelyezhetik a beadványaikat az ügyfeleink, illetve a kérelmezőink. Az épületek előterénél beljebb viszont senki nem léphet. A legfontosabb halaszthatatlan ügyeket, mint például a letartóztatásokat, a távoltartásokat továbbra is tárgyalják a bírók. Nagyon szigorú szabályokat írt elő az Országos Bírósági Hivatal. Bírósági épületbe csak bírósági dolgozók léphetnek be, ott is szigorú ellenőrzést követően. Vannak olyan eljárási cselekmények, amelyek azonban függetlenül a szünettől kötelezően megtartandók. Így csak egy-két példát mondok, például a letartóztatások, távoltartások vagy polgári ügyszakban a gyermekekkel való kapcsolattartás végrehajtása, ideiglenes intézkedés és egy-két olyan sürgős eset, amely nem halasztható. A tárgyalások során a bíróknak igyekezniük kell kivetítőkön keresztül távmeghallgatás keretében meghallgatni az érintetteket. Ha pedig erre nincs lehetőség, akkor az üléseket rendkívül szigorú feltételek mellett tarthatják csak meg. Az ügyfelek csak idézésre léphetnek be a bírósági épületekbe. A bíráknak meg kell próbálni azt, hogy ezekben az eljárásokban, ha lehet, akkor távmeghallgatás útján foganatosítsák a cselekményt. Ha nem lehet, akkor egy nagyon szigorú tárgyalási protokoll lépett életbe, azaz annyit jelent, hogy a bírónak a tárgyalás elején meg kell kérdeznie az ügyfelet arról, hogy járt-e az elmúlt 14 napban fertőzött területen, volt-e kapcsolat a fertőzött személye, vagy esetleg betegnek érzi-e magát. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy bárki esetleg megfertőzhetett koronavírussal, vagy fertőződött koronavírussal, abban a pillanatban a tárgyalást a bíróság félbeszakítja, az adott személyt elkülöníti, a jelenlévők adatait rögzíti és az illetékes hatóságoknak átadja. A rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon egyelőre az országos veszélyhelyzet feloldásáig biztosan hatályban marad. Tolna megye több kis településén olyan óvintézkedéseket határoztak meg, melyek jelentősen lassítják az esélyét annak, hogy elkapják a lakók a fertőzést. Medinán a családok fiatalabb hozzátartozóit kérték meg, vásároljanak be a szüleiknek, nagyszüleiknek. Kétyen használt számítógépek megvásárlására pályáztak nemrég, ezzel segítve az otthonról tanuló diákokat, akik nehéz helyzetben vannak. Ma páros zöldség lesz, sült csirke combbal és vajasburgonyával. Fő a krumpli és párolják a zöldséget a zombai konyhán. Eddig 450 főre főztek, az iskolák bezárása után már csak 130-150 főre készítenek napi szinten ebédet. A konyha vezetője azt mondta, hogy a legtöbb szülő otthon megoldja az étkezést, ezért rendelnek kevesebben. A konyhán egy felnőtt részére 800 forint körüli összegért rendelhető napi egy meleg ebéd. Ezt ennyiből otthon egy család nehezen tudja megoldani. Ott jártunkkor is többen telefonáltak és rendeltek másnapra ebédet. Zomba mellett Felső Nánára és Kétyre is szállítanak több idősnek ebédet. A településen a központi intézkedésekkel azonosokat hoztak, mondta Szűcs Sándor, Zomba polgármestere, így lassítva a koronavírus terjedését. Az óvoda, ami viszont önkormányzati fenntartás alatt van, itt
Nem zártuk be az óvodát, hiszen kis csoportos foglalkozás van, amit tulajdonképpen engedélyezett itt a központi rendszer is. Ezt tartjuk, viszont ugye itt a hát most pánik, vagy reális aggodalom, ezt mindenki eldönti saját maga, de a szülők nagy része otthon tartotta a gyereket, úgyhogy hétfői nap mindössze az 51 néhány gyerekbe, a zombi iskolába 11-en jelentek meg, a tagóvilágban felsőnálán is kétjen néhány gyerek, sőt felsőnálán azt a megjelentett gyereket haza is vitték. Étkezés, amiről gondoskodni kell, akár intézményi szinten, akár ugye a szociális étkezés, akár a vendégétkezésnél, ott a konyhánk üzemel, nyilván a megfelelő higiénai ellátással, a szinte perces fertőtlenítéssel és a nélkülözött kapcsolattartással, amit megtettünk még itt az étkezés biztosításával kapcsolatban, hogy ilyen egyszer használatos műanyag edényeket rendeltünk, és ha valaki igényli, akkor abba a konyháról el tudja vinni, nyilván ott is a megfelelő átadással. Tehát a konyhára senki nem mehet be, hanem az ablakos átadással, illetve a szomszéd településekre, ahol biztosítjuk az étkezést, oda pedig az autón kiviszi, egy helyre letesz, és onnan a kiosztók kiosszák az ételt. De a szülők nagy része döntött az otthonmaradás mellett, így az 50-nél is több óvodás helyett csupán 10 jelentek meg, míg felsőnálán csupán egy gyerek jelent meg az óvodában, akit ezután szülei haza is vittek. A buszmegállóknál, az orvosi rendelőknél és még számos látogatott helyen ki vannak függesztve a legfontosabb információk kétjen, hogy a helyi lakosokat tájékoztassák a jelenlegi helyzetről, és hogy a koronavírus terjedését lassítsák. A polgármester szerint már a központi intézkedések előtt tettek helyi szinten lépéseket. Az első óvintézkedés részemről az az volt, hogy amikor a velencei karneváról hazajött egy lakónk, aki mindjárt karanténba is vonult, akkor mi kézfertőtlenítőket szereltünk föl, ilyen adagolós pumpásokat az óvodába, illetve az orvosi rendelőbe, hogy a lakosság, mert ugye a kézfertőtlenítést azt folyamatosan itt ezekben az intézményekben tudja csinálni, illetve az óvoda ajtaja zárva van, csengetésre nyílik ki, és akkor a gyereket leadják, és utána kezet kell mindenkinek, kézfertőtlenítőt kell mindenkinek használni, és ugyanígy van, amikor a gyereket el is viszik. Tehát nagyon vigyázunk arra, hogy az intézményben a gyerekek biztonságban legyenek, amennyire tudunk természetesen. Mindezek az óvintézkedések az idősebb korosztály védelmét is szolgálják. A polgármester szerint így is nehéz az idősebb korosztályon megértetni, hogy az otthon maradás lényeges. Kétjen továbbá használt számítógépek megvásárlására pályáztak nemrég. Mivel időn belül leadták a pályázatokat, a polgármester szerint akár egy-két héten belül tudnak is segíteni a tanulásban ezekkel a számítógépekkel a gyerekeknek, akiknek erre nincs otthon lehetőségük. Üres játszóterek, az utcán kevés ember sétál, az üzletekbe és gyógyszertárakba is korlátozott létszámba lehet bemenni. Medinán is az idősek otthonmaradását célzó intézkedéseket hoztak. Ilyen például, hogy a fiatalabb hozzátartozókat kérik meg, vásároljanak be szüleiknek, nagyszüleiknek. Nekünk az orvosi rendelőnk egyben gyógyszertár is, és Erika, aki a doktor úr asszisztense, ő folyamatosan itt van a munkaidejében, így ő hívható telefonon is, és le lehet adni a gyógyszerrendeléseket, amit akár mi is ki tudunk juttatni önkormányzati segítséggel, vagy esetleg hozzátartozó rokon el tud jönni érte, és ki tudja váltani az időseknek a gyógyszert. Azon kívül természetesen a tájékoztató levelünkben beírtuk, hogy kérjük őket, mivel ők a legveszélyeztetett korosztály, hogy ne nagyon sétáljanak az utcán. És még egy nagy szerencse ugye egy kisfalu életében, hogy nem ugyanaz, mint egy városban, hogy az emberben van a panelban, abban a 90 négyzetméterében, hanem itt azért mindenkinek van egy szép udvara, ahova ki tud menni és ott sétálni, tehát szabad levegőn tud lenni. Ez nekünk egy nagyon nagy adomány, így falusi embereknek, mert mégsem vagyunk bezárva a négy fal közé, tudunk friss levegőt szívni, akár a szomszédnak átkiabálni a háztető fölött, és mégis van kapcsolat, még hogyha nincs is közvetlen érintkezés a két ember között.
Tolna megye kisebb településeinek vezetői mind arra törekednek, hogy néhány egyszerű higiéniás szabály betartásával és a megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen lassítsák az esélyét annak, hogy elkapják a lakók a fertőzést. Nyugdíjas előnő napot tartottak Faddon, a településen már hagyománya van annak, hogy a helyi nyugdíjas klub tagjai humoros színpadi produkcióval készülnek erre az alkalomra. Idén nem csak a faddi szépkorúakat hívták meg, hanem Tengelit Szőlőhegyről is voltak vendégek. A kötelező sorkatonaság korát idéző humortól egyáltalán nem ment, egy színpadi darabbal készültek a faddi nyugdíjas klub tagjai a nőnapra. A darabban a katonaságot valóban megjárt férfiak mellett bizony szép számmal szerepeltek hölgyek is. Ilyen nyugdíjas kulturális találkozók vannak, és ott a különféle településekről, ahogy jönnek a nyugdíjasok, azok mindig előrukkolnak valami új, és onnan az ötletek, meg még az internet van nagy segítségünkre. És meg gondoljuk, hogy most mit lehet, mi is volt már, megpróbáljuk überelni mindig az előző évet, hát és így igyekszünk, és szeretjük, hogyha vidámságot tudunk bevinni a nyugdíjasok életébe, mert mi is vidámak vagyunk, és akkor ők is. Ne legyen már olyan morcos, legutóbb akkor volt ilyen, mikor megvette az új színes tévét. Aztán 3 napig áttaljuk neki, mert azt hitte, hogy a falra vetik ki a tévét. Azt hiszem, mondhatom, hogy alapból vidám társaság vagyunk, és azt keresjük, hogy hogy lehetünk egymás szórakoztatására, megnevettessük egymást, legalább erre a néhány percre, fél órára elfelejtessük a nyugdíjastársainkkal a bánatukat, bajukat, és mi ennek nagyon örülünk, ha ezt sikerül. Egy néhány tagunk van, 170 körüli tagunk van, bár hát ugye kiöregedőben van most már a nyugdíjasok korosztálya, de mindig frissülünk új fiatalabb nyugdíjasokkal, összejárunk, énekelgetünk, a énekkarba is együtt énekelünk, zöme nyugdíjas annak is, és hát minden kirándulásokat szerveznek, és akkor azokon nagyon szívesen részt veszünk. Olyannyira szívesen vesznek részt közös programokon a faddi nyugdíjasok, hogy az ő közösségük igazi motornak számít a nagyközség közéletében. Minden évben a faddi nyugdíjas klub egy humoros műsorral készül, és vendégeli meg a hölgyeket. Hát ugye a legnagy élénk társasági, közösségi élet folyik a településen, és hát a legaktívabbak a faddi nyugdíjasok, és minden évben valamilyen szép műsorral kedveskednek a hölgyeknek, és hát ez nagyon jó sikert, úgy látom az idei is, lesz egy kis vendéglátás is, és most közösen Tengelit Szőlőhegyel évek óta már gyakorlatilag közösen ünnepelünk egy-egy ilyen fontosabb ünnepet. Vigyázz! Aki nős, az jobbra, aki ne, az balra. Oszulj! A nemzeti ünnepeinken, a vallási ünnepeinken is megmozdulnak. Az idén már nagyon szép adventi ünnepet tartottunk. Jászó készült, Betlehem készült, koszorút készítettünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon előremutató és nagyon fontos szerepet töltenek be a településünkön. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!